A kormány se hal, se lát, egy rögeszme által vezérelve eljuttatja oda az országot, hogy összeomlik az oktatás akár. Ugyanis halljuk a hírekben, hogy továbbra is feszítik a hurt, kötelező a pedagógusok számára a COVID-oltás, pedig az úgynevezett oltási akcióhetek sem hoztak döntő változást. Azok a pedagógusok, akik eddig nem akarták magukat beoltatni, nagyrészt most sem gondolták meg magukat. Ráadásul azt az alap problémát is hozzá kell venni ezekhez, hogy már így is hatalmas emberhiányjal küzd a pedagógus szakma, és hogyha az, amint egy 10%-nyi pedagógus, aki eddig nem oltatta be magát, elhagyja a pályát, akkor gyakorlatilag az összeomlás szélére kerül az oktatás. Még élesebben fogalmazva, föltetjük a kérdést, ki fogja megtartani a gyermekek számára az órákat? Ráadásul nem ez az egyetlen probléma. Évek óta azért küzdenek a pedagógus szakszervezetek, hogy ne különféle bérpótlékokat adjanak nekik, hanem tisztességes béremelést. Erre mit csinál a legutóbb a kormány? Bérpótlékot ad. Tehát a mi azánk mozgalom álláspontja a szakszervezetekkel egyetemben, hogy tisztességes fizetéseket kell nekik adni, nem különböző bérpótlékokat. A Mi Hazánk mozgalom tehát teljes messzélességgel kiáll mellettük, és nem véletlen, hogy odáig jutott már a helyzet, hogy az imént említett problémák miatt a pedagógus szakszervezetek komolyan fontolóra vették a sztrájk lehetőségét. Ezt a sztrájkot azonban a kormány jó szokásához híven igyekszik ellehetetleníteni, csak olyan sztrájkot engedélyez nekik, ahol közben dolgozni kell. Összességében tehát az mondható el, hogy a kormány egyfajta oltási lázálomtól vezérelve olyan irányba tolja a dolgokat, hogy képletesen fogalmazva rohanunk a szakadék felé. A Mi Hazánk Mozgalom dolga és feladata, hogy a szakadék előtt ezt a szimbolikus vonatot megállítsa, mert mi vagyunk egyedül azok, akik nem teszünk különbséget emberek között, hogy ki oltott vagy ki oltatlan. Mi társadalmi békét szeretnénk, Viszont azt elfogadhatatlannak tartjuk, hogy diszkriminálják, utcára tegyék azokat a honfitársainkat, pedagógusokat is többek között, akik egyéni döntésük alapján nem kívánnak élni a COVID-oltás lehetőségével.